Hangos dudaszóval köröztek az autók tavaly tavasszal a Clark Ádám téren. Többször is így tiltakoztak a kórházi ágyak felszabadítása és a betegek hazaküldése ellen. A rendőrök 106 emberre összesen több mint 13,5 millió forint bírságot szabtak ki a gyülekezési tilalom és a közlekedési szabályok megsértése miatt. A tüntetéseket szervező ellenzéki képviselők sem úszták meg. Ma vonultam be közmunkára a kijelölt könyvtárba. Szél Bernadett tegnap posztolt a közösségi oldalán, hogy jogtalannak tartja a rá kiszabott 100 000 forintos büntetést, úgyhogy nem fizeti ki, inkább ledolgozza. Indokolatlanul dudálni ezután sem lehet, de bizonyos feltételekkel tüntetni már igen. Erről tegnap reggel beszélt a miniszterelnök. Szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható. Ideértve a gyűléseket is lehet ismét tüntetni, biztosan jönnek is majd hozzám, ennek is eljött a lehetősége. A rendelet szerint 500 fő feletti rendezvényeken kizárólag a koronavírus ellen védettek vehetnek majd részt. Azt a reggeli interjúban a miniszterelnök nem tette hozzá, hogy a többi lazítással ellentétben a gyülekezésre vonatkozó szabály csak június 14-től lép életbe, ez csak délután derült ki. Szél Bernadett szerint Orbán Viktor a döntést nem a járványügyi helyzethez, hanem a saját politikai érdekeihez igazította. A parlament munkarendjéből kiderül, hogy június közepéig fog ülésezni a parlament. Addigra minden olyan döntés megszületik, amiért magyarok rengetegen mennének most utcára. Ilyen például akár a Fudál Egyetemnek is az ügye, amire már vállaltan szerveződik a tüntetés arra a pillanatra, amikor végre lehet tüntetni ebben az országban. A most kihirdetett rendeletből az is kiderül, hogy tilos spontán tüntetéseket tartani. A kormánytól kérdésünkre azt írták, azért, mert a spontán gyűlésnek nincs bejelentett szervezője, így felelőse sem lenne a létszámkorlát betartásának. Hogy a tüntetésekre vonatkozó enyhítések miért csak később lépnek életbe, az nem derült ki. Szél Bernadett szerint a szabályozás alkotmányellenes, ezért az ombudsmanhoz fordul.